Nagyon szépen köszönöm az interjúlehetőséget, miniszter úr. Mit szor a golfbálhoz? Minden bál egy gyönyörűség. Ilyenkor az ember találkozik azokkal, akikkel máskor ritkábban, vagy nehezebben jön össze találkozó. Ha már az ember időt szentel valamire, akkor meg adjuk is meg a módját, és úgy tűnik, hogy a golfos társadalom azért megadja a módját, mind a külsőségében, mind pedig a formaságokban, de a legfontosabb az, hogy nyílt szívű barátokkal találkozik itt. Ön, mint a sportért is felelős miniszter, mit szól ahhoz, hogy a golf ekkora virágzását éri Magyarországon, ismerve a múltban történt 30 év tilalma? A golf az egy életforma, és azok, akik az életnek az ízét, zamatát keresik, azok a legkülönbözőbb helyen és formában találják azt meg. És a golf az egy lehetőség, egy olyan lehetőség, ami részben a társaságot is megteremti, az időtöltést, a hasznos időtöltést is, és ráadásul lehetőséget ad arra is, hogy akár üzleteket is köthessen, akár gondokat is megoldjon, mert van rá idő, miközben pedig egy érdekes játék folyik. Az elnök úrral nemrég beszélgetünk arról, hogy decemberben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság napirendjére tűzte, hogy a golf olimpiai sportág legyen. A szövetségnek miben és a sportom miben tudna segíteni esetleg a minisztérium, hogyha úgy alakulna a helyzet, hogy olimpiai sportág lesz az golf? Ez egy nagy kérdés egyébként, hogy miből, milyen sportágból válik olimpiai sportág. Egyrészt azért, mert nagyon telítve van az a 17 nap, ami hagyományosan 4 évenként a nyári olimpia programját adja, és csak akkor lehet felkerülni az olimpia programjára, ha onnan valaki kikerül. Tehát valakinek a testén, ha úgy tetszik, keresztül kell gázolnia annak, aki oda bekívánkozik. A golf azok közé a sportok közé tartozik, amelyek a teniszhez hasonlóan helyet követelnek, és a tenisz mintájára szerintem a golf is előbb-utóbb ott lesz az olimpia programján. Miniszter úr, golfozik? Nem nevezhető golfozásnak azt, amit én csinálok. Próbálkozom. A fiam remekül golfozik. Ő a német nyelvet is egy golfpályán tanulta meg Schladmingban. Éveken keresztül egy baráti társasággal, a családunk baráti társaságával ott golfoztak, illetve dolgozott a pályán. Ma már része az életének ez, és azt hiszem, hogy rajta keresztül egy kicsit én is golfozom. El lehet mondani akkor, hogy Gyenesei család igazán sportos család, kedves lány olimpikon, fia golfos. Ön melyik utat fogja választani, az olimpikonságot, vagy pedig a golfot? Sőt, a harmadik lányunk is egyébként, a legnagyobb, legidősebb lányunk, ő meg művészi tornázott, Európa-bajnoki bronzérmes volt annak idején, és a fiunk pedig a golf előtt teniszezett. Úgyhogy ez valahol egyik a másikából nő ki. Én már egyikben sem leszek. Nem, hogy profi nem leszek, de még egy jó átlagot sem fogok megütni. De egyszer lesz időm, és már nem leszek miniszter, akkor egészen biztos vagyok benne, hogy a tenisz és a golf az életem része lesz.